Lehet egyébként most már level up-ra tenni, most... Hát nem tudom, végül is tegyünk rá. Oké, legyen. Warriornál, mint a legtöbb RPG-be, Vitality, ugye életerő, Endurance nagyon fontos, ugye az jelenti tulajdonképpen az erőnket. Ha nincs Endurance, nem tudsz ütni, nem tudsz gurulni, nem tudsz védekezni, semmit nem tudsz csinálni, még mozogni se gyakorlatilag, úgyhogy fontos ez is. Strength kevésbé fontos, de most azért teszünk erre egy pontot, mert majd hamarosan, ha minden igaz, lesz egy fegyverünk, és az 14 strength kell, úgyhogy arra teszünk. Majd egyébként érdemes a Warriornak is tenni Dexterity-re is, de csak bizonyos mennyiséget, bizonyos fegyverekhez, meg azért, hogy ugye nőjön a támadásod és a védelmi értékeid is. Itt erről a karakterre, apról nem tudom, egy-két szóval emlékezzünk meg. Ugye level értelemszerű. Hány a szinten vagy. Lelkek tulajdonképpen az az XP, hogy jelenleg mennyi XP-t van, amit el tudsz ugye osztani. Required souls pedig az, hogy mennyi lélek szükséges az adott szint meglépéséhez. Úgyhogy mindenképpen én azt mondom, a strength-re tegyünk. Mindjárt majd mondom tovább a magyarázatot. Tegyünk a endurance-ra, nem, tegyünk egyet a vitality-re, és el is fogyott egyelőre a lélek. Aztán akkor menjünk tovább, attunement, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy hány varázslat helyed van. Tehát ide tudod, ez varázsló karaktereknek fontos, de warriornak, knightnak és egyéb melee karakternek is meglehetősen lényeges legalább kettővel rendelkezniük, majd meglátjátok, hogy miért. Később majd teszünk erre, és egyelőre még nem kell. Endurance-ről beszéltem, a következő körben azt fogjuk fejleszteni, úgy gondolom. Dexterity-t azt mondtam, Resistance-re is lehet valamennyit pakolni, de jó hír, hogyha tesztek a Vitality-re, Strength-re, Dexterity-re, akkor a Resistance-re nem is biztos, hogy annyira kell tenni, nyilván értelemszerűen a védelmi értékeiteket növeli, valamennyit azért majd egy teljes végigjátszás során érdemes erre is esetleg egy-kettőt pakolni, de azért vannak ennél fontosabbak is. Eleve kimaxolod a páncélt, a pajzsodat, megtanulsz jobban védekezni, és nem is biztos, hogy annyira fontos a Resistance-re olyan sokat tenni. Intelligence szintén mágusoknak fontos, a Fate pedig ugye a klerikeknek, ahogy az előbb az NPC-el is mondta. Humanity jelenleg ugye azt mutatja, hogy mennyi humanity-nk van. Nem azt, amit elraktároztunk, hanem az emberiségünk, emberiességünk, nem is tudom, a humanity-t talán így lehet legjobban lefordítani, hogy emberség, tehát hogy mennyire vagyunk emberségesek. Ezt egyébként szörnyek legyőzéséért és egyéb gusztustalan teremtményeknek a leírtásáért kaphatunk automatikusan is, meg mondom, az előbb látott humanity-ből is lett. Nem tudom, halljátok-e, multi élmény, ha valaki megkongatta a harangot a távolba. Az előbb az egyik NPC ugye beszélt arról, hogy két harangot kell megkongatni. Bizony, ha valaki megkongatja a harangot, és mi multiba vagyunk, akkor éppen hallhatjuk az ő tevékenységét, hogy ő ezt megtette. De ő nyilván egy másik világban van, tehát csak ember alakba tudunk esetleg átmenni hozzá. Ő is akkor tud esetleg átnőni hozzánk, erről is később. Még a táblázat közepéről még egy-két dolgot mondanék, ugye HP, ugye HP magyarul, ugye az életerőnket mutatja, stamina, beszéltünk róla, nagyon fontos, equip load szintén nagyon fontos, mennyire vagyunk leterhelve, mennyire lehetünk leterhelve, eléggé fontos érték, mert hogyha teljesen le vagyunk terhelve, akkor nem tudunk gyorsan mozogni, belassulunk, és olyanok leszünk tényleg, mint egy ilyen sóbálvány. Ugye R weapon, a right-handed weapon, 1-es, 2-es, ugye lehet váltogatni, majd megmutatom. Aztán a baloldali weapon 1-es, 2-es, ugye abba tesszük általában a pajzsot. Illetve én a íjat, számszeríjat, ilyesmit is oda szoktam pakolni, gyorsan elérhető. Aztán physical defense, ugye fizikai védelem, ugye ütés ellen, szúrás ellen, vágás ellen, stb. Ellen. Az ember nem is tudja fejből ezeket az értékeket, egy a lényeg azért, hogy
olyan páncélokat keresünk majd mindig a lehetőleg, főleg egy ugye Warrior Knight karakternek, amelyiknél azért ezek az értékek nem elhanyagolhatók, de fontos a mágia elleni védelem, a tűz elleni védelem, illetve a villám elleni védelem is ugyanígy. Aztán a harmadik táblázatban látjuk a Poise-t, ezt nagyon sokan kezdőként nem tudják, hogy micsoda. Ez tulajdonképpen az az érték, hogy mennyire tudják egy adott támadásunkat megszakítani, és mennyire tudnak esetleg minket a földre levinni. Tehát nagyon magas poisz értékkel, még ha valakit egy kétkezes karddal is arcon csapnak, még akkor is állva marad, ami nem rossz, mert ha egyszer a földre kerülsz, akkor bizony a földön is meg tudnak sebezni, úgyhogy érdemes azért félszemmel figyelni ezt a poisz értéket, hogy ne legyen túl alacsony, mert érhetnek kellemetlen meglepetések. Bleed resist, ugye, hogy mennyire vagyunk ellenállóak a vérzés ellen, alatta, méreg ellen, illetve a curse, hát az egy botrányos egy dolog, ugye az átok elleni védelmünk, arra majd egy-két helyen nagyon figyelni kell, hogy magas legyen és olyan ruhába járkáljunk, mert csúnya vége lesz, majd meglátjátok. Item Discovery szintén fontos, hogyha éppen tárgyakra vadászunk, vagy fejlesztési anyagokra, mivel hogy ez minél magasabb, a Humanity egyébként befolyásolja. Ha 10 Humanity-nk van, akkor plusz azt hiszem Covetous Serpent Ringgel akár 410-es Item Discovery-t is el tudunk kérni, majd megmutatom. Azzal azért már elég durván potyognak a használható tárgyak adott helyeken, úgyhogy ki lehet használni azt, hogy az ellenfelek újra termelődnek, tehát a Dark Souls egyik hátrányúgya, hogy újra termelődnek az ellenfelek, de egyben az előnye is, mert ezáltal tudunk könnyen erősödni, és ezzel csúnyán vissza is tudunk élni, meg hát nyugodtan vissza is élhetünk. Ott van az 5 Tunement slot, jelenleg 0 darab varázslatot tudok elhelyezni, ami egy harcos esetén ugye nem meglepő. Na, fogadjuk el ezt a fejlesztést, aztán egy kicsit lépegessünk tovább.